Gyakorlatként a vádlinak a masszírozását látjuk. Három fázist fogunk bemutatni. Az első a nagyon kezdő. Jó, nagyon laza a lábfej. És oda-vissza mozgatjuk, amire figyelünk, hogy fújjuk a levegőt, szívjuk, és mikor megy előre, fújjuk. Jó, 5-6 ismétlésnél nem kell több. Ennek a következő fázisa egy erősebb, amikor már rátesszük a másik lábunknak a súlyát, és előre-hátra ugyanúgy lazán marad a láb. Jó, levegőt nem tudom hangsúlyozni elégszer, nagy levegő, és lassan kifúj. A harmadik fázis, azt már inkább sportolóknak ajánljuk, a nehezített, amikor megemeljük a fenekünket, megtámaszkodunk kettő darab jógatéglán, és itt is van még egy fokozás, amikor a saját lábunk súlyát rátéve oda-vissza mozgatjuk. Jó, teljes vádlira nem megyünk le, vagy rá, csak itt alul masszírozunk. Második gyakorlatként a comb masszírozását ajánljuk. Jelenleg a comb tricepszet masszírozza a Gábor. Laza a láb, levegőre figyelünk. Amikor megcsináltuk az 5-ös, 6-os szériát, akkor először kifelé forgatjuk, kint masszírozzuk 5-ször, 6-szor, és utána pedig a bent lévő izmokat masszírozzuk meg, itt is 5-6-szor ismételve egymás után. Levegőre nagyon figyeljünk, térdhajlítóra nem megyünk, ez nagyon fontos, és amikor ez megvolt, akkor jön a szitálás, rányomjuk a lábunkat a hengerre, és csak oldalra, jobbra-balra, pici mozgással mozgatjuk az izmot.